De ez a különös mesterséges város viszont olyan lakosságszámot hozott be, 800-900 ezres új népességet, aki első generációsként nem nagyon tudta ezeket a tereket már ezerszer megélni. Tehát nem igazán otthonos közegben élt, hiszen volt róla szó, minden évben, minden hatodik család költözött, tehát gyakran volt, hogy egy-két évente költöztek a családok, tehát egy bizonyos otthontalanságban élték meg ezt a hihetetlen mesterséges várost, amit mindeközben maguk laktak maguk köré, tehát egy különös, áttételes és nagyon nagy volumenben tértraumát előállító valami volt. Ezt egész részletesen elemeztük, hiszen az egész múltkori alkalommal erre ment. Végeredményben korábbi zsellértelkekre, parasztelkekre építettek 3-4-5-6 emeletesre fölpolcolt tornászos házakat, mint egy lakósilókat, és ezekbe a silókba egymás fölé beraktározták ezt az elképesztő bevándorló lakosságot. Úgy kell mondani, hogy lényegében saját logisztikai értelemben saját magát raktározta be ez a civil társadalom. Ez volt az a döbbenetes tértrauma, amit a millennium eredményezett. Ez az, amire a Fülep Lajos azt mondta, hogy egy Potemkin város, amire a Hanvas Béla azt mondta, hogy egy városiasságban messze nem betegszik egy Kolozsvárral, egy Öncsével, Bátával és így tovább. És mindez a heterotópia, ez a logisztikai értelemben is, és térolvasat értelemben is egymásra kapott heterotópia, ahol a legkülönfözőbb tértörténetek rakódtak egymásra, mindez egy heterotóp jellegű, egymásra halmazott építészettel lett fölöltöztetve, hogy eladhatóvá tegye a maga tértraumáját.